Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Most próbálom ezt a kamerát így csinálni, hogy kicsit jobban lássatok. Majd veszek egy tripodot, megígérem, és akkor jobb minőségi videóim lesznek, de most ez van. Úgyhogy muszáj, hogy bejelentkezzek, mert ma van a nagy nap. 8 év után ma van annak a nagy napja, hogy végre állampolgár leszek, és ma lesz az eskütétel. Tehát izgulok. Igazából izgulok is, meg nem is, mert két hónappal ezelőtt már ugyanígy behívtak eskütételre, egy péntekre, és csütörtökön délután telefonáltak, hogy hát ez mégsem valósul meg, és nem igazán értettem. Tehát nem igazán értettem, hogy miért, és választ nem is kaptam rá még azóta sem. Bementem az eskütételre, és ott közölték, hogy nem mondhatják meg, hogy miért, de menjek haza. Hazajöttem, vártam a levélre, nem tudom, hogy mi történt, most küldtek egy új levelet, hogy ma lesz az eskütételem, úgyhogy most remélem, hogy minden rendben lesz, és végre állampolgár leszek 8 év után. Az én sztorim... Az én sztorim hosszú és drámai. Lényegében egy gyerektáborban dolgoztam 2 nyarat, és ott ismertem meg a férjem, és visszajöttem Amerikába, hazautaztam a tábor után mind a kétszer, visszajöttem Amerikába, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor megpróbáljuk együtt, és utána leszállásodtunk, majd én vártam egy évet a papírjaimra, azt hittük, hogy mi ügyvéd nélkül is meg fogjuk ezeket tudni oldani, sajnos ez nem így történt, hazamentem, édesapám közben meghalt, már megvolt a repülőjegyem a nagykövetségre, hogy behívtak otthon Budapesten, és pár nappal ezelőtt, hogy hazaérkeztem volna, apukám meghalt sajnos. Tehát én hazamentem, és temetésre mentem haza, ami, ahogy már említettem korábban, és mindig is nagy szívfájdalmam marad. Viszont ezen kívül bementem a nagykövetségre, és onnan a férjemet be se engedték, hiába amerikai, az amerikai nagykövetségre, és onnan sírva jöttem ki. Hiába megvolt a repényem, visszafele közölték, hogy egy papír hiányzott, és ugye erről mi nem is tudtunk, mivel nem volt ügyvédünk, akkor tudtam volna róla, ha lett volna, nem volt. Úgyhogy egy papír hiányzott, én nem jöhettem vissza, ő visszajött, fogadott egy ügyvédet, és mi külön éltünk majdnem egy évet. Jött, amint tudott, volt, hogy 2 havonta, egy hétvégére, volt, hogy többet is. Amint tudott, ő mindig jött, és nehéz volt, nagyon-nagyon nehéz volt, nem fogok hazudni. Hosszú távú párkapcsolat, igenis nagyon-nagyon nehéz, és volt sokszor volt, hogy mi sem tudtuk, hogy most akkor ez hogy is lesz, de valahogy csak kibírtuk. Én elköltöztem Londonba, én Londonban dolgoztam, otthon voltam pár hónapot, de nem igazán kaptam munkát, és nem maradhattam otthon anyukám nyakán, úgyhogy én fogtam magam, és elmentem Londonba, ahol megérkeztem szombaton, vasárnap már nekem munkám volt. Volt nagyon-nagyon sok jó élményem is Londonban, nagyon-nagyon sok rossz is. Akik hiányoznak, azok az ott megismert barátok. Őket nagyon-nagyon megszerettem, tényleg nagyon jó kis társaság volt. Ha most ezt nézed, Ritus, Bandi, sok puszi nektek, Niki, neked is. És visszatérve most a sztorimra, tehát elfogadták a zöld kártyámat, majdnem egy éven belül, én akkor visszajöttem, és akkor ugye azt hinné az ember, hogy majd minden jó és szép és happy, de nem így történt, mert megviselt mindkettőnket ez a távkapcsolat, úgyhogy én visszajöttem, aztán elég sok gonddal küzdöttünk, újra vissza pincérkedni, már kicsit elegem volt az éjszakai életből, aztán úgy gondoltam, hogy én majd a kórházban keresek munkát, ahol nem hívtak vissza, Ninácska ért közben. Oké, Nina. Nem hívtak vissza majd csak egy év múlva, és akkor lettem én supervisor, amit szerettem is, ahova most újra jelentkeztem. De a lényeg az az, hogy megkaptam a zöld kártyámat, azt hiszem 3 évre talán, vagy 5 évre, valahogy így, és azután meg kellett hosszabbítanom, és ami most van, az ugye 10 évre szól, de én nem akartam ezt állandóan újítgatni, főleg úgy, hogy már itt van Nina, és szerettem volna azt, hogy tudja, hogy én mindig itt vagyok neki, és itt is leszek, úgyhogy szerettem volna megcsinálni az állampolgárságot, és ezen kívül én mindig nagyon szerettem volna dolgozni a szakmámban, ami népegészségügyi felügyelő, itt Public Health Officer, és ez csak akkor lehetséges, hogyha állampolgár az ember, mert a zöld kártyával nem dolgozhat senki a kormánynak.
Tehát azt szeretem volna megpróbálni. Közben az életem máshogy alakult, és most újra a supervisor állásra jelentkeztem. Remélhetőleg felvesznek, most behívtak második interjúra, de tömören ennyi az én sztorim. Tehát igazából sok áldozatot hoztunk mind a ketten. A mai nap az azért, hogy a mai nap megtörténhessen, és most már itt van Ninácska is. Szeretném azt, hogy tudná, hogy igenis mind mentem én keresztül, és az anyukája megcsinálta ezt, és állampolgár az anyukája, és neki nem kell amiatt aggódni, hogy én nem leszek neki. Úgyhogy nagy nap a mai, próbálok megmutatni annyit, amennyit tudok, közben feltutyogott már ő is. Úgyhogy most megyek, intézem, felöltöztetem őt is szépen, induljunk, menjünk a kölcsönautónkkal. Egy Ford Focus kaptam, majd megmutatom. Úgyhogy gyerünk, gyerünk, haladás, indulás van. Sok puszi nektek, ha tetszik a csatornám, iratkozzatok fel. Sziasztok! Úton vagyunk, fenn barátnőm segít Ninával, Andy is jön majd. Itt ezen a helyen leszek felavatva, ha minden igaz. National importance. Under civilian direction.
Sziasztok, fiúk, lányok, Eni vagyok, Amerikában élek, 8 év után ma végre állampolgár lettem. Andy és Nina is itt volt, és a legjobb barátnőm Pam is, és nagyon örültem neki, úgyhogy végre ma most már nem jövök vissza többet, le van tudva, örülök neki nagyon, úgyhogy puszi mindenkinek, sziasztok! Amerikai! Amerikai lettem!